Megadom a szót Molvai Krisztina képviselőasszonynak. Köszönöm a szót, elnök úr, kedves képviselőtársaim! Nagy megtiszteltetés és öröm, hogy ismét itthon a magyar parlamentben szólalhatok föl, ezúttal az Európai Uniós források felhasználásának témakörében. 9 percet kaptam, ahogy elnök úr is említette, megszoktam, hogy Brüsszelben és Strasbourgban összesen 1 percet lehet beszélni a plenáris. Tehát féltem attól, hogy a bőség zavarába esek, és ezért leírtam a felszólalásomat. A Magyarországra jutó Európai Uniós forrásoknak az lett volna, és most is az a küldetése, hogy a magyar embereket helyzetbe hozza, megteremtse a jobb életszínvonal és életminőség feltételeit, csökkentse a Nyugat-Európa és hazánk közötti szakadékot. Nem csak egy szűk, különösen szerencsés, vagy különösen ügyeskedő rétegnek, hanem minél többeknek. Más megfogalmazásban az Európai Uniós pénzek küldetése az lett volna, és az lenne, hogy segítse Magyarországon a polgárosodást. Azt, hogy a gazdálkodni vágyó vidéki emberek egészséges, jó minőségű magyar élelmet termeljenek, és azt értékesíteni is tudják, mikrovállalkozások, családi vállalkozások, kis- és középvállalkozások, startupok kapjanak elindulási, illetve továbblépési lehetőséget, ahol a vállalkozók saját maguknak és másoknak is emberhez méltó munkahelyet teremtenek meg. Olyan munkahelyeket, ahol nem a gyalázatosan alacsony bér a versenyképesség alapja, hiszen az nem Európa, hanem az a harmadik világ. Szükség lenne 27 évvel a rendszerváltozás után végre egy világos nemzetstratégiára, országstratégiára, annak tisztázására, hogy hová is tart Magyarország, miből és hogyan fognak megélni az emberek, és a jelentős uniós pénzügyi forrásokat e célok megvalósításának szolgálatába kellene állítani. Hogyan lehet biztos munkahelyeket teremteni a kutatás, fejlesztés, innováció területén, a magyar találmányok megvalósításával, gyártásával, piacra juttatásával, vagy épp a mezőgazdaságban, élelmiszerfeldolgozásban, turizmusban, gyógyturizmusban. És hogyan lehet az értelmes és normálisan megfizetett munkahelyek létesítését, idejét a vállalkozásokat is megfinanszírozni az EU-s pénzekkel. Ez az alapkérdés. A hétvégén beszédbe elegyedtem egy kisbolti eladónővel, és az ő sorsa azt hiszem tipikusnak mondható, és sajnálatosan jó kiindulási alap ahhoz is, hogy hol a baj, min kellene változtatni, mi az alapvető különbség a magyar emberek élete és az Európai Unió nyugati felén élő emberek élete között. Mi is az a helyzet, aminek a megváltoztatására fel kellene használni az Európai Uniós forrásokat. Lássuk, hogy mit is mondott Éva. 50 éves vagyok, érettségim és több szakmám is van. Budapest környékén egy külföldi tulajdonú gyárban dolgozom, szalag mellett 140 ezer forintot viszek haza havonta, de ez nem elég, hiszen a rezsim mellett devizahitelt is törlesztenem kell. Ezért, bár hétközben rettenetesen elfáradok, a munkaszüneti napokon, szombaton, vasárnap ebben a kis vegyesboltban dolgozom eladóként. Amikor nyáron szabadságon vagyok a gyárból, a Balaton mellett pincérkedek. Az egészségem már kezdi nagyon megsínleni ezt az életformát, mégis nagyon szerencsésnek érzem magam. Szabolcsból jöttem fel ugyanis, ahol semmiféle munkalehetőség nem volt, és most sincs. Napszámban dolgoztam nagygazdáknál, akik a TSZ rendszer szétverése, szétesése után megszerezték a földeket. Az almából és a megyből sem tudtunk tovább megélni, mivel megszűntek a konzervgyárak, a feldolgozóüzemek, így valamire való áron már nem lehetett eladni. A paraszt embereknek azért fizettek, hogy ne legyen tehenünk, ne termeljünk tejet. Gyakorlatilag vége lett a vidéki életformának. Senkit sem érdekelt, hogy az emberek miből is fognak megélni. A lányom is érettségizett, kereskedelmet tanult, ő is Pestre jött, és az egyik külföldi tulajdonú üzletláncnál eladó, szintén 140 ezer forint körül keres, de ő is halálra dolgozza magát, főleg most, hogy nincs elég eladó, mert nagyon sokan elmentek külföldre, ezért folyton túlóráznia kell. Mivel mind a ketten értünk a kereskedelemhez, és szeretjük is,
felmerült, hogy nyitunk egy kis boltot családi vállalkozásban. Nem éreznénk magunkat annyira kiszolgáltatottnak, szinte rabszolgának. De ahhoz valami induló tőkére is szükség lenne, ami persze nincs, honnan is lenne. Európai Uniós támogatás? Hát erről leginkább onnan hallok, hogy odahaza vidéken a hatalmas földterületek megszerzői kapják a nagy pénzeket, a területalapú támogatásokat. Nem gondolom, hogy a magunkfajta kisembereknek lenne ilyen lehetőség arra, hogy saját magunknak teremtsünk emberhez méltó munka lehetőséget. Hogy valaki nyithasson egy kis üzletet, egy pékséget, egy fodrászatot, egy kőműves vállalkozást a hozzá szükséges eszközökkel. Igen, képviselőtársaim mondják, és igazuk van, hogy igen, a vidékfejlesztési pénzeket is például erre kellene felhasználni, de hozzá kellene segíteni az embereket ahhoz, hogy erről tudjanak, és hogy olyan üzleti tervvel rendelkezzenek, olyan elképzeléseik legyenek, hogy ezek az emberek is hozzá tudjanak férni a pénzekhez. Pontosan ezért mondom, úgyhogy köszönöm, hogy megerősítenek benne. Odahaza sem merült fel ilyen lehetőség, mondta ez az asszony folytatva, hogy mi, akiknek nincs valamiféle hátterünk, támogatást kapjunk a gazdálkodáshoz. Ahhoz, hogy ezen a csodálatos földön, még otthon Szabolcsban, jó minőségű magyar élelmet állítsunk elő, pedig ahhoz is nagy kedvem lett volna. Mi ott Szabolcsban a paraszti munkához voltunk szokva, minden adottság meg is lenne hozzá, mégsem élhetünk mezőgazdaságból, pedig az lenne a természetes. Nagyon örülök annak, hogy a fiam megtalálta a számítását, igaz, nagyon hiányzik. Ő ugyanis elment Németországba, burkoló a szakmája. Pillanatok alatt önálló vállalkozást tudott indítani, 3 éve van kint, és most fog saját házat venni. Nem értem, hogyan lehetséges, hogy ami olyan nehezen megy itthon, az ott olyan könnyen. Azt értem ez alatt, hogy odakint, aki szorgalmas és jól dolgozik, az méltó módon élhet, mi pedig itthon a belünket kidolgozzuk, és nem jutunk egyről a kettőre. Kedves képviselőtársaim! Ez a beszámoló az ország bármely pontján igen sok ember szájából elhangozhatott volna. Azt kérem, hogy amikor a most rendelkezésre álló tengernyi uniós forrás felhasználásáról döntenek, akkor ezeket az élethelyzeteket idézzék fel, és az iránytű az legyen, hogy ezek az emberek megkapják az emberhez méltó élet lehetőségét. Legyen az gazdálkodás, az értékesítés segítésével, élelmiszerfeldolgozás, kisvállalkozás létrehozása, színvonalas munkahely létrehozása nagyobb vállalkozásban, vagy éppen kutatófejlesztő csoportban. Legyen végre vízió, legyen stratégia arra, hogy hogyan is lesz jobb. Sokan sóhajtatnak most azt gondolva, hogy át az Európai Unió úgysem hagyja, hogy Magyarország felemelkedjen. Ez tévedés. Az Unió főként most, a Brexit után pontosan érzi, hogy nagy a baj. A régi tagállamok és a volt szocialista országok közötti életszínvonalbeli szakadék nem tartható fenn tovább. Valaminek történnie kell, és ezt most már ők is érzik. Arról, hogy a magyarországi polgárosodásnak milyen más akadálya van, más történet, másik beszélgetés jut eszembe. Ez a beszélgetés többször lejátszódott országjárásaim során, különböző településeken, különböző kormányok alatt. Nem pártkérdésről van tehát szó, hanem rendszerhibáról, rendszerkatasztrófáról, rendszerbűnről. Szokványos, hogy az emberek félrevonnak és suttogva azt mondják, az ott a településünk művelődési háza. Most újították fel állítólag 100 millióból, de mindenki tudja, hogy maximum az 1/5-ét költhették rá, és persze csókos vállalkozókkal csináltatták meg az ország másik végéből. De miért nem csapnak az asztalra? Miért tűrik ezt el? Szoktam ilyenkor kérdezni. Hová gondol? Hát mindjárt függésben vagyunk. Függünk a polgármestertől, ha nem ad közmunkát, végünk van. Vagy hogyha oda hat, hogy elveszítjük az állásunkat a helyi iskolában, vagy máshol, aki meg a gyárban dolgozik szalag mellett, olyan fáradt, örül, ha él, nem, hogy ilyesmivel foglalkozzon. Lejárt az időm, bocsánat, tehát hogyha kialakulna egy öntudatos, autonóm polgárság, aki ellenőrizné ezeknek a forrásoknak a költését, akkor összeomolna az a korrupt rendszer, ami 27 éve sajnos van. Morvai képviselő asszonynak is szeretnék reagálni, illetve hogyha
segít nekem abban, hogy a hölgy, aki jönnek a javaslatokat, vagy illetve a panaszait elmondta, ahhoz valami elérhetőséget kaphatunk, akkor az összes pályázati konstrukció, ami szerintem részben válaszol ezekre a kérdésekre, azokat meg fogjuk osztani velük, hát ha tudnak ebben a tekintetben is erőre lépni. Azt azonban mindenképpen szeretném megemlíteni képviselőasszonynak, hogy ez a kormányzat volt az első, amely 2010-ben nem csak beszélt a vidék fontosságáról, hanem 2010 után tett is ezért. Gondolok itt például arra, hogy az Európai Uniós források tekintetében a területfejlesztési operatív programnak a forrásait nem Budapesten költjük el, hanem minden megyével kötött a kormány 2013-ban egy megállapodást, amelyben a megyei közgyűlésre, ahol a politikai sokszínűség is megjelenik, és a megyei kereskedelmi kamarákra támaszkodva leadhatta azt a fejlesztési tervet, hogy hogyan kell a munkanélküliség ellen küzdeni Szabolcsban, és hogyan kell Vas megyében. Ugyanaz a kérdés, és egymástól két teljesen különböző válasz. És ezekre a programokra több mint 500 milliárd forintos elkülönített forrást nyújtott a kormány 2013 óta, és nyújt folyamatosan. De hogyha ön a mezőgazdaságról beszélt például, az, hogy a nagybirtokosoknak a támogatását megszüntettük a pályázatos források tekintetében, a földalapú támogatásoknál nem tudjuk megtenni, hiszen a földalapú támogatásoknak a logikája az pont az, hogy amekkora földet birtokol valami, területnagyság vagy valaki, területnagyság arányosan kap fejlesztési támogatást, de a pályázati forrásoknál meg tudtuk tenni, és azt mondtuk, hogy alapvetően a 300 hektáron gazdálkodó, vagy az annál kisebb területnagyságon gazdálkodó családoknak és közepes vállalkozásoknak szeretnénk olyan támogatásokat adni, ami technológiailag fejleszti ezeket a kisebb családi cégeket. Miért? Mert valóban igaz, hogy Magyarország Európa éréskamrája, illetve volt 1990-ig. De azt is meg kell nézni, hogy 1990-ig a magyar mezőgazdaság technológiai ellátottsága az akkori színvonalnak megfelelően európai viszonylatban is példaértékű volt. Ez a technológia 1990 és 2010 óta lényegében eltűnt. Abban a 20 évben nem történt más ezzel a technológiával, mint az amortizáció. És mit támogatott Magyarország 2007 óta? Alapvetően pont azokat a mezőgazdasági ágazatokat, ahol a legkisebb emberi munkaerő igényre van szükség, és ennek köszönhetően találkozunk akár az országból történő elvándorlással, fiatalok és a mezőgazdaságban élő második generációs emberek esetében, akár pedig a Budapest elszívó hatása. Pont ezért azt mondtuk, hogy degresszív támogatáspolitika kell, szembe kell fordulni a nagybirtokos földgazdákkal, és azt kell mondani, hogy minél kisebb, minél optimálisabb körülmények között gazdálkodik egy család vagy egy kisebb közösség, annál több támogatást kell adni, ezért a földalapú támogatások mellett a pályázatos mezőgazdasági támogatások mindegyike degresszíven történik, és alapvetően a technológiát és a munkahely igényes ágazatokat fejlesztve. Ezért, hogyha megkapjuk a kontaktokat minden kérdésre, konkrét pályázati konstrukcióval fogunk válaszolni az önt is megkereső hölgynek. Tisztelt elnök úr, felvezetőben ennyit gondoltam. Köszönöm szépen.